Megtelt élettel az Atalai Művelődési Ház, ahol kulturális programok sora várta az érdeklődőket a délután folyamán. Az Együtt Atala Jövőért Egyesület szervezésében valósult meg a program, amelyet az önkormányzat is támogatott. Az önkormányzat mindenfajta formában próbálja a civil szervezeteket és természetesen az egyesületet is támogatni, akár pénzbeli formában, de természetesen mi itt voltunk önkormányzatként a délelőtt folyamán is besegítettünk, és hát szervezőként is próbálunk segíteni nekik. Az Egyesület két évvel ezelőtt alakult. Azóta is folyamatosan próbál valamilyen összetartó programot szervezni. Ez akár egy kültéri vagy köztéri virágültetésben, vagy akár egy jelen esetben egy ilyen falusi programban kimerül. Én azt gondolom, hogy ezek az egyesületek, alapítványok, akik a falusi létben léteznek, ezek mind-mind olyan gyökerei lehetnek egy közösség alkotásában, ami nagyon fontos a mai világban. Nagyon fontos a települések életében az, hogy egy összetartó közösséget alkossunk, és egy közösséget próbáljunk meg aztán összetartani. Itt a délelőtt folyamán a helyi asszonyok próbáltak egy kis sütés-főzést rendezni, amivel aztán végül is meg fogjuk kínálni, és megvendégeljük az érdeklődőket. Atalai likaskalácsot sütöttek, illetve egy kis babujást főztek. A felnőtteknek pedig a Decsi Néptánc Egyesület fog fellépni kétszer is, hiszen a nap zárásaként ők egy táncházzal fogják zárni a programot. A délután programjai között szerepelt a helyi általános iskolások műsora, akik hagyományos népviseletet öltöttek magukra az esemény alkalmával. A helyi pávakör pedig egy dalcsokorral készült a település első családi napjára. Haragszom az olyan szórak csuhajla, ki a mennyes kéket is megszólja csuhajla, mert a mennyecske csak zsíros bögre elszalad a kutya. A gyerekek a műsor után örömmel vették birtokba a népi játszóparkot, ami az ő szórakozásukat szolgálta a nap folyamán, de emellé a szervezők különböző kézműves foglalkozásokkal is készültek a lurkóknak. Az egyesület igyekezett olyan programokat összeállítani a családi napra, ahol mindenki megtalálhatta a kedvére valót. Az egyesület 2020-ban alakult, 14 alapító taggal, és a céljaink között szerepelt az, hogy a falu lakosságának különböző kulturális programokat szervezzük, kicsit őrizzük a hagyományokat, a sport, az egészséges életmódnak a népszerűsítése. Tehát tulajdonképpen az, hogy egy olyan szervezetként működjünk, akik kicsit jobbá teszik az itt élők életét, egy kicsit lehetőséget biztosítanak arra, hogy a közösség épüljön, hogy az itt élők találkozhassanak egymással. Volt már augusztusban egy egészségnapunk. Tulajdonképpen ez a program, ez egy magyar falus pályázatnak a kapcsán jöhetett létre. Az Egyesület nyert programszervezésre közel 2 millió forintot. Ez a pályázat ez úgy lett összeállítva, hogy három alappillérje van. Az egyik ez a sport és egészség, a másik a hagyományőrzés, és a harmadik az pedig az önismeret és a lelki egészség, és ezzel kapcsolatos programokat szeretnénk szervezni. Ugye az egészségnap már augusztusban a Dombóvári Egészségfejlesztési Iroda közreműködésével megtörtént. Itt különféle szűrővizsgálatokon vehettek részt az érdeklődők, dietetikus recepteket tanított nekik, gyerekeknek sportprogramot szerveztünk. A második programunk ez a hagyományőrző nap, ami a mai napon történik. A tervek között szerepel egy Mesterségek nyomában elnevezésű programsorozat is, amelynek keretében a közeljövőben 4 alkalommal várják majd az érdeklődőket. 8 népi mesterséggel ismerkedhetnek meg majd az érdeklődők, ez októberben lesz az első ilyen alkalom, aztán a különböző ünnepkörökhöz kapcsolódóan karácsonykor, húsvétkor, illetve tavasszal lesz majd még egy alkalmunk, a Somogy Megyei Népművészeti Egyesület segítségével ismerkedhetnek meg az érdeklődők a fafaragás, a nemezelés, mézes kalácssütés, a tojásfestés és egyéb ilyen népi hagyományokkal. Nagyon szép számmal jelentek meg itt a programon, úgyhogy remélem, hogy ez így is marad a jövőben, és minél több embert meg tudunk szólítani. Nagyon fontos célkitűzés volt az, hogy ne csak egy korosztálynak szóljunk,
hanem az időseket, a fiatalokat, a gyerekes családokat is meg tudjuk szólítani, és egy kicsit ez a hagyományőrző nap is e köré szerveződött. A település első családi napját egy jó hangulatú táncházzal zárták.